Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Magamról egy-két gondolat. ben kezdtem az emberekkel foglalkozni, és 91-től elkezdtem pénzügyi területtel foglalkozni. Tehát 87-től az emberekkel való foglalkozást az azt jelenti, hogy másod tevékenységben üzletkötőként tevékenykedtem, és 91-től pedig pénzügyi területen foglalkoztam üzletkötéssel, inkább, de inkább azt mondanám, hogy hálózatépítéssel. Ha valakinek esetleg a hálózatépítés bármilyen szinten negatív, nem nagyon csodálkozok rajta, mert a Magyarországra bejött, vagy Magyarországon elindult olyan szervezetek, akik hálózatépítéssel kezdtek el foglalkozni, azoknak a többsége az nem volt etikus. Tehát a többsége nem volt etikus, ezért az embereknek ezzel kapcsolatban van egy bekattanásuk, amikor azt hallják, hogy hálózatépítés. Na most én mindig olyan hálózatépítéssel foglalkoztam 91-től, ami etikus volt. És abban a pillanatban, amelyikről valamelyik kiderült, hogy már nem úgy működött, mint ahogy én gondoltam, akkor abba hagytam. De hát ez nem sokáig tartott, mert ugye 91-ben kezdtem el a hálózatépítést, és 93-ban már létrehoztam a saját hálózatépítő szervezetemet pénzügyi területen. És mit gondoltok, miért, illetve hát tegezve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Mit gondoltok, miért hoztam létre a saját szervezetet, mikor az sokkal egyszerűbb, hogy becsatlakozik az ember egy szervezetbe? És ugye a hálózatépítésnek az a lényege, hogy szabad üzlet. Tehát szabad üzlet. És mindenkinek saját szabad üzlete van. És én mégis létrehoztam egy saját hálózatot, tehát egy saját céget. Pedig sokkal egyszerűbb volt addig az életem, ameddig be voltam csatlakozva egy más tulajdonában lévő hálózatépítő szervezetbe. Na mit gondoltok, miért hoztam létre a saját hálózatomat? Több bevétel? Nem, hát attól kevésbé lettem szabad. Tehát ameddig becsatlakoztam másokhoz, addig szabadabb voltam, mint utána. Tehát ha a saját tulajdonú hálózata van az embernek, tehát olyan cége, akkor egy csomó adminisztrációs teher is a nyakába zúdul, az pedig előtte nem volt. Tehát hogy lennék szabadabb? Hát miért csináltam? Mit gondoltak? Etikus rendszer. Kötelességből. Nem, nem kötelességből. Nem. Hát azt, amit István mond. Égi küldetés. Nem, mert amit István mond. Mit mondtál, István? Hogy etikus rendszer. Hát azért, mert nem láttam, tehát azt láttam, hogy azok nem voltak eléggé etikusak. Tehát azért, mert mindet, amit addig, ameddig én a saját hálózatomat megcsináltam, addig ismertem 4 vagy 5 hálózatot már. Abból 3-ban benn is voltam. Nem egyszerre, hanem egymás után. Illetve egyszerre volt, amikor 2-ben voltam benne, akkor még. És minél azt tapasztaltam, hogy etikai problémák vannak. Tehát mindegyiknél. És azt mondtam akkor, hogy na most ugye nekem mi volt a gondom mindig az etikával? A etikával soha nem volt gondom, hanem az etikátlansággal voltak gondjaim. Ugyanis például én úgy működtem, hát óvodás koromban erre nem emlékszem, de már iskolás koromban emlékszem,
hogy nem voltam egy gyenge fizikumú ember az osztálytársaimhoz képest, és mindig volt olyan osztálytársam általános iskolába is, meg középiskolába is, aki kötözködött a nálánál gyengébekkel. Na, én meg kiálltam a gyengébek mellett. És gyakorlatilag megvédtem a gyengébeket. Sőt, még ha azt láttam, hogy avval a tanárral szembeni kiszúrás már túlságosan, már több a gyerek csíntevésnél, átlépett egy határt, akkor szóltam a tanárnak. Természetesen azok, akik ki akartak szúrni a tanárral, ezt nagyon nem díjazták, mert erre azt mondták, hogy ez spicliség. Na most az etikátlanság bejelentése az soha nem spicliség. Tehát nyilván a gyerekcsíny és a tényleg olyan etikátlanság, ami már túllép a határon, aközt azért nagy különbség van. Na most emiatt, hogy a gyengébek mellé álltam, vagy az etikátlanság ellen működtem általános vagy középiskolában, ezért nagyon sokat kellett verekednem. Tehát nem volt elég az, hogy csináltam valamit, hanem fizikailag is ki kellett állni amellett a dolog mellett, de hála Istennek ezzel nem volt különösebb problémám, mert fizikailag erős voltam, és úgy nőttem föl, hogy megtanultam bunyózni. Nem bunyózni, verekedni, mert így van, megtanultam verekedni. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy én nem hívtam ki sosem senkit verekedésre, hanem mindig az volt a probléma, hogy engem hívtak ki, de mindig az volt, hogy azért, mert kiálltam mondjuk egy gyengébb mellett, tehát nem hagytam, hogy bántsák, így van. Vagy mondom, egyszer-kétszer volt olyan, hogy egy tanár mellett álltam ki. És ugye akkor a gyerekek próbálkoztak velem. Hát olyan is volt, hogy többen támadtak rám, nem az osztályból, hanem alattam lévő osztályból. Mert ugye ismerték ezt a területet, hogy én eléggé etikus vagyok, és az ilyenek megtámadtak. Na aztán időben elmenekültem, de utána azt nem tették zsebre, mert utána fogtam, és összefogtunk osztálytársakkal, vagy négyen etikus osztálytársakkal, azt lerendeztük őket. Úgyhogy, ahogy kell, így van. Hát mondom, egyel alattunk jártak, úgyhogy úgy lerendeztük őket, hogy többet nem kötözködtek, hanem barátok lettek. Úgyhogy ennyi. Na szóval lényeg az, hogy világéletemben én kiálltam az etikáért, például a seregben én voltam az egyetlen, aki az etikátlansággal szemben fölmert szólalni ilyen századgyűlésen a laktanya parancsnok irányába. Hát utána az idősek, tehát a tőlem idősebbek, akik, mert még újonc voltam, ugye a másod vagy harmad időszakosoktól kaptam szivatást rendesen, hát a tisztesektől csak, mert a többiektől nem, ugye? A tisztesektől kaptam szivatást, úgyhogy a konyhánra nekem kellett a legtöbbet menni emiatt. Hát ott tudtam kajálni, úgyhogy kaja gondom nem volt, az mondjuk az oké volt. De tehát én nem, tehát az etikátlanságot az sosem szívleltem. Tehát én nekem például, hogyha volt egy főnökem munkahelyen, és a főnök valami olyat csinált, ami az etikai érzékemet sértettem, az tuti, hogy nem hagytam szó nélkül, az tuti, és ezért mindig konfliktusaim voltak a főnökeimmel, illetve, hát nem főnökeimmel, mert mindig egy főnököm volt csak, hála Istennek, és egy főnökkel, tehát
ahány munkahelyen dolgoztam, túl sok munkahelyen nem dolgoztam, de azért vagy 4-5 helyen dolgoztam összességében, és mindig volt konfliktusom a főnökkel, mert nem volt etikus. Volt, hogy ki is akart rúgni, de nem tudott kirúgni, mert én TS-tag voltam, ő meg nem. És egy TS-tagot nem lehetett csak így kirúgni. Főleg egy olyan nem rúghatott ki, aki nem volt TS-tag. Hiába volt a főnökem. No szóval a lényeg az, hogy azért hoztam létre az első hálózatépítő szervezetemet, mert azokban a szervezetekben, amit előtte megismertem, én azt láttam, hogy etikátlanok a vezetők, vagy etikátlanok a tulajdonosok. És elegem lett, és mondtam, hogy akkor majd én létrehozok egy etikus szervezetet, olyan szolgáltatással, amire az embereknek szükségük van. Tehát nekem világéletemben az etika az magas szintű volt, aztán végül már kiderült, hogy miért volt magas szintű. Na ez lesz egy kicsit furcsa, amit most mondok, mert én nem úgy születtem, mint a többiek. Tehát nem úgy születtem, mint a többiek. Hát engem is anya szült, tehát ebben nincs különbség, de abban van lényeges különbség, hogy én magamtól születtem le ebbe az életembe. Ami a magamtól leszületést azt jelenti, hogy nem rábeszéltek arra, hogy most szülessek le, mert már elég volt ott a két létközi állapotban, hanem én azért születtem le magam szándékából, hogy létrehozzam nem egyedül, hanem csapattal, tehát egy csapat vezetésével létrehozzuk az aranykort ezen a bolygón. És én ezért születtem le. Na most ehhez egy-két furcsaságot adtak, ugye egy ember úgy születik le, hogy ha majdnem mindenki, ritka kivétellel úgy születnek le az emberek, hogy ugye törlik az előző életi ismereteket. Tehát tiszta tudattal születnek az emberek. És például és ebben nincs választási lehetőségük az embereknek, hogy tiszta tudattal szülessenek, vagy ne tiszta tudattal szülessenek. És én nekem meg volt választási lehetőségem, hogy megtartsam-e az előző életi tudásomat, vagy pedig töröljék az előző életi tudást, és irányítsanak ebben a földi létben. Tehát irányítást kapjak. És én azt választottam, hogy nem, tehát hogy ne legyen az előző életi tudásom, tehát sokkal biztosabb, ha irányítanak. Tehát ha irányítanak. Például éppen most volt egy információm, rám néztek és nézték a csakrámat, ugye ez éppen tegnap volt, és utána kaptam egy információt, hogy ez ilyen teljesen egyedi, hogy nekem nem automatikus a csakra dolgaim, ha nekem nyitják és zárják. Tehát én ne foglalkozzak a csakrámmal, mert nekem az angyalaim ezt rendezik. Tehát a tisztítást is, meg hogy annak nyitva kell lenni, vagy éppen zárva kell lenni. Úgyhogy ez is egy teljesen különleges, mert ez nem így szokott működni az embereknél. Magyarul védett vagy. és majd ők tudják, hogy mikor kell kinyitni, meg mikor kell becsukni egy csakrát. Így van, és ne foglalkozunk azzal. Ugyanúgy, mint például ugye volt róla szó, hogy érzékelek-e, vagy látok. És akkor kaptam ugye ezzel kapcsolatban dolgokat, hogy nekem nem kell érzékelnem, meg nem kell látnom, mert hogyha kell információ, akkor úgyis megmondják.
Tehát úgy is megmondják az információt, mint például, mondok egy konkrét tegnapi példát, ugye, hogy volt velem egy olyan személy, aki érzékelt egy olyan lényt a környezetünkben, akinek nem kellett volna ott lennie, és akkor mondta, hogy kérdezzem meg, hogy milyen lény az. És akkor mondom, szeretnéd tudni? Hát azt mondja, nem annyira, akkor megmondom, minek kérdezzem meg, és erre már jött is a válasz. És utána már elmondtam, hogy milyen lény van ott. Jó, és utána nyilván az a lény az el lett onnan tüntetve, de nem általam, hanem az általa, a személy által, akivel együtt voltam. Jó, tehát lényeg az, hogy én nekem bőven elég az, hogy nem én érzékelek, vagy én látok, hanem amit nekem tudnom kell, azt információban megkapom. Ezért fölírtam olyan dolgokat, amit majd a második részben fogok mondani, a párkapcsolati coachképzésem, bár nem kapcsolódik közvetlen a párkapcsolati képzéshez, de viszont olyan információ azoknak a személyeknek például, akik gyógyítanak, tehát természetes úton gyógyítanak, olyan információt kaptam az ICAKA, az éjszaka, amit gyorsan föl kellett írnom, tehát föl kellett kelnem is fölírnom, amiről majd mondom a második részben fogok beszélni tanításként. Jó, tehát nekem ez a fajta működés tökéletesen megfelel, hogy egyszer megmondják azt az információt, amire nekem szükségem van. Jó, vagy ha például ebben valakinek segítek, vagy neki kell valami olyan információ, ami neki fontos az élet vagy az ember működésével, akkor ugye megkapom. Tehát például, mit tudom én, mondjuk, hogyha megint furcsa dolgot fogok mondani, lehet, hogy eléggé extrém, tehát például, ha valakit megszálltak, akkor ugye vannak olyan személyek, akik ezt érzékelik. Én nem érzékelek, hanem én nekem megsúgják, hogy megszállták, vagy nem szállták meg. Tehát információként egyszerűen átadják. Hát nyilván, hogyha ez szükséges. Tehát ha szükséges, mint kérdés, felmerül ez. Ugye az illetőben, vagy éppen bennem. Jó, tehát ugye én egy kicsit másként működök, mint a szokványos emberek, de pont ezért, mert hogy ugye nekem az a dolgom, hogy létrehozzak egy olyan csapatot, akikkel együtt meg tudjuk csinálni az aranykort. És ehhez végig kellett élnem azokat az élményeket, amit ugye a legtöbb ember nem élt végig, például azt, hogy 14 cég alapításban vettem részt tulajdonosként, abból több pénzintézetet hoztam létre én személyesen, pénzintézeteknek a vezetői voltam, abból egy pénzintézet legnagyobb lett Magyarországon, azon a területen, akkor utána dolgoztunk pénzintézeteknek, meg előtte is, piacvezető pozíciót sikerült elérni, ugye a pénzintézeti területeken, csak azért, hogy anyaggal is foglalkozzak, ezért eléggé otthon vagyok az anyag kérdésében, és ugye mivel azért jöttem le, hogy aranykor lehessen, tehát azért születtem le, hogy aranykor lehessen, ezért energetikailag olyan energiákat kaptam, amivel nagymértékben támogatva van a szellemiség részemre. Tehát ugye nagyon nagy indítatásom van avval kapcsolatban, belső indítatás, energetikai indítatás, hogy én ugye engem mindig gyerekkoromtól a szellemiség érdekelt. Tehát mindig érdekelt, tehát legalább annyira érdekelt a szellemiség gyerekkoromtól, mint az anyag, csak nem jutottam információhoz. Tehát ugye 60-as, 70-es években
Hol voltak ilyen jellegű információ? Vallás. Kész. Slussz. Ennyi. Oké. De ott is gondjaim voltak, mert valahogy olyan információkat kaptam, hogy nem valósok az információk. Tehát a vallásban lévő információkat megkérdőjeleztem. Tehát azt leálltam vitatkozni a tanárokkal, meg leálltam vitatkozni hát pap, mert ugye aki csinálta, hogy áldozhassak, mi az? Mit tanul az ember? Hittan, köszönöm, na nem jutott eszembe a szó. Tehát amikor hittanra jártam, akkor ugye a pappal leálltam vitatkozni, és hát ugye emiatt elég sok konfliktusom volt a felnőttekkel is, pedig ugye még alsó tagozatot volt, amikor hittanra jártam, és ugye például alsó tagozatban azáltal, hogy sokat vitatkoztam a tanárokkal, illetve tanítókkal még az alsó tagozatban, ezért ugye egy jó darabig kettes magatartásom volt. Még jó, hogy nem lehetett belőle megbuktatni. Olyan nem is nagyobb volt. Hát nálunk se olyan sok gyerek volt, akinek kettes volt magatartása, rajtam kívül talán még egynek. Az összes többinek legalább hármas magatartása volt. De mondom ezért, mert leálltam vitatkozni a tanárral. És akkor, mikor a tanár azt mondta, hogy honnan veszem ezeket, akkor én azt mondtam, hogy tudom. De hogy honnan tudtam, azt nem tudom. Azt nem tudtam, csak azt, hogy tudom. Tehát nyilván milyen dolgokban, hát nem matematikai képletekbe vitatkoztam természetesen, tehát nem fizikai dolgokban vitatkoztam, hanem olyan dolgokban, ami az élet vagy az ember működésével kapcsolatos. Már akkor is. Aztán, mivel apám nem nagyon szívlelte azt, hogy sok intőt viszek haza, és a magatartásom az iskolában olyan rossz, volt olyan év, hogy már nem fér több intő az ellenőrzőmbe, tehát ezért ugye apám egy elég szigorú ember volt, és eléggé fegyelmezett engem természetesen, és így ezt én úgy éltem meg, ezt a fegyelmezést, hogy ez szépen úgy elnyomódott bennem, az, hogy én kiálljak azért, amit tudok. Tehát így elnyomódott. Tehát, hogy leálljak vitatkozni mondjuk a tanárokkal. Ez úgy elnyomódott. Sőt, annyira, hogy ha már emberek előtt kellett már legényként megszólalnom, akkor nekem minden bajom volt. És mondjuk az első előadást, amit tartottam 93-ban, olyan 35 ember előtt, nekem 3-4 órás térdremegésem volt, közben természetesen az 1-4 órás előadásban. Ja, úgyhogy, és az első 3 mondat után elfelejtettem mindent. Azt utána nagy nehezen eszembe jutott, hogy hát ott van előttem a jegyzet, azt beletekintsek. Szóval így indult a karrierem annak idején, és azért még azt hozzáfűzném, hogy mi nem örököltünk ilyen vagyonokat, meg privatizációban nem vettünk részt, meg nem volt kárpotlási jegy, az egész családnak a kárpotlási jegye az száll, úgy értve, hogy anyámnak, apámnak, nekünk 150 000 forint volt. Tehát az nem egy nagy összeg volt a kárpotlási dologban, tehát ugye a kárpotlással nem sokra mentünk, nem úgy jártunk, hogy van, aki kárpotlási vagyonokhoz jutott, és ezáltal ugye mi nekünk nem volt az, hogy hát úgy indultunk volna, hogy hirtelen ilyen vagyonnal vagy valami, tehát se a szüleim nem voltak kommunista párttagjai, én még kisztag se voltam, nem vettek föl. Komolyan?
úttörő, tehát kisdobos egy évvel később lettem, a magatartás véget. Úttörő egy évvel később lettem, mint a többi, a magatartás véget. Ötödikbe nem vittek el osztálykirándulásra, magatartás véget. Ilyen kétnapos, vagy hánynapos osztálykirándulás, azt hiszem kétnapos volt. És nem vittek el magatartás véget. Tehát, de azért, mert leálltam vitatkozni. Nem azért, mert rossz voltam. Csak azért, mert mondjuk valami olyasmit mondott a tanár, akkor az órájába beleszóltam. Hát most gondoljátok végig, hogy ezt mennyire díjazták a tanárok. Jó, viszont azóta megtanultam, hogy én előadásokon a részt veszek, én nem szoktam beleszólni soha az előadónak az előadásába. Jó, tehát ezt azért megtanultam keményen, a saját bőrömön, így van, és tehát lényeg az, hogy egy kicsit másabb életem volt, mint óvodában külön voltam fektetve a többitől, hogy ne zavarjam őket az alvásban, mert én nem aludtam, szóval eléggé ilyen, tehát már az egész gyerekkorom ilyen külön kakuktojás volt, akkor gondoljátok végig, nekem ilyen kettősség volt az életemben. Tehát a kettősség azt jelenti, hogy egyik pillanatban haragot kaptam, mondjuk apámtól, másik pillanatban szeretetet kaptam a nagyszüleimtől. Azért, mert egy ajtó választott el minket egymástól, a szüleimet, meg a nagyszüleimet. És amikor a szüleim haragudtak rám, főleg apám, mert anyám nem, főleg apám, akkor én a következő pillanatban már átmentem a nagyszüleimhez, és ott meg már szeretetet kaptam. Tehát most gondoljátok végig, akkor én úgy éltem meg, hogy hónapokat voltam külön a szüleimtől. Tehát hónapokat. A szüleimtől például azt hallottam, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon. Ismeritek ezt a mondást? Tudjátok az én mondásom mi volt? Mindenütt jó, de legrosszabb otthon. Gyerekkoromban ez volt a mondás. Tehát én kifejezetten azt szerettem, hogyha én nem vagyok otthon. Kifejezetten azt szerettem, hogyha a szüleim, mondjuk ha én otthon vagyok, akkor a szüleim ne legyenek otthon. Érted? Tehát én otthon azt kaptam, hogy mintha apám az rajtam gyakorolta volna az uralkodást, érted? De én bárhova elmentem, akár a barátokhoz, ott a szüleik szerettek. Tehát én bárhol voltam, akár átmentem a szomszéd gyerekhez, ott a szülők szerettek. Átmentem bármelyik barátomhoz, ott a szülők szerettek. Tehát én akárhol voltam, ott a szülők szerettek, érted? De hazamentem, akkor apám mindig kitalált valamit, érted? Amivel macerált. Mindig. Tehát például azt kellett csinálnom, hogy mindig valamit zörögni vagy valamit, hogy azt hallja, hogy valamit csinálok, mert ha nem csináltam, akkor kitalált valamit, hogy csináljak, érted? Tehát... Nehogy jól legyen. Persze, nehogy jól, szó szerint nehogy jól legyen. Tehát mondom, az életem egy ilyen kettősség volt, hogy én azt éreztem, hogy otthon piszok rossz, érted? De bárhova máshova elmegyek, piszok jó. Tehát én alig vártam, hogy vagy kimozduljak, vagy a szüleim ne legyenek otthon, tudod? Tehát ez egy kettősség volt az életemben. Tehát mondhatni azt, hogy ilyen kétféle világot láttam. Úgyhogy mindenki nagyon szeret, érted? Hát kivétel ugye mondjuk apám. És én, mit tudom én, mondjuk 7 éves koromtól, meddig? Nem 10. Azt mondja, hogy 27 éves koromtól, addig, míg otthon laktam, az mennyi volt? 23 éves. Sem, igen, 23 éves koromig laktam otthon. Addig én átlagosan két naponta hallottam, vagy láttam, hogy a szüleim veszekednek.
Sőt, óvodáskoromban még azt is láttam, hogy verekednek előttem. Még ezt is láttam. És emlékszem rá. Jó, tehát lényeg az, hogy tehát eléggé kettős életet éltem, de mégis én úgy éltem meg, hogy nekem nagyon jó volt a gyerekkorom, csak az a lényeg, hogy apámtól ne legyek közel, apámhoz ne legyek közel. Pedig apám szeretett, csak a maga módján. Tehát maga módján. Ugye az volt a legnagyobb probléma, ugye apámmal, hogy nem nőttünk össze. Mert amikor én megszülettem, novemberben, ő februárban bevonult katonának. Tehát rákövetkező, tehát gyakorlatilag 2 hónap múlva bevonult katonának, és utána 2 év alatt 2-szer volt otthon. Tehát gyakorlatilag hazajött, én már 2 éves voltam, és kapott egy 2 éves gyereket egy 22 éves ember. Ami azt jelenti, hogy ő még nem szórakozta ki magát. Értitek? És mit tudom én, el kellett mennie anyámnak vele szórakozni, mert különben elment volna egyedül szórakozni, és elköltötte volna az összes pénzt szórakozásra apám. És akkor én emlékszem, hogy még a kiságyban voltam, és ott vártam, hogy hazajöjjenek. Na most egy szórakozásból a szülők hazajöttek hajnalba, és én hajnalig nem aludtam. Tehát voltam érdekes életem, de mégis úgy élem meg a gyerekkort, hogy nagyon jó volt, mert gyakorlatilag mindenki más szeretett, érted? Tehát én bárhova mentem, engem úgy szerettek. Tehát ugye nem voltam egy buta gyerek, tehát én nagyon értelmes gyerek voltam, és hát ugye jó kommunikációval voltam megáldva. És ezáltal mindenki szeretett. Hát apám nem annyira. Mondom, hogy csak a maga módján. És mondom, ezáltal egy elég érdekes életet éltem úgy, hogy igen magas etikai érzékkel rendelkeztem egész piciként. És ezt az etikai érzéket azért senki nem tudta belőlem kinevelni vagy elnyomni, mert ez olyan magas volt. Na most onnantól kezdve, most gondoljátok végig, hogyha ha így ilyen módon születtem, és ilyen módon éltem kicsiként is, és azért hoztam létre gyakorlatilag a saját szervezetet, mert amit találtam, azok nem voltak etikusak, akkor gondoljátok, hogy ez ameddig mi létezünk, ez a szervezet nem lesz. Ez addig lesz. Jó? Tehát ebben biztosak lehettek. Ez nem azért lett létrehozva, mert a pénz miatt. Jó? Tehát én mindig úgy, tehát onnantól, hogy létrehoztam a saját szervezetemet, onnantól kezdve ez nálam úgy működött, hogy első volt maga a szervezet. És nem a mi megélhetésünk. Tehát mi csak annyit vettünk ki mindig a szervezetből, amennyit lehetett, érted? És soha egy forinttal se többet. Sőt, mindig nagy mértékben fektettünk vissza. Például most is, még a cégben, ez egy titok, amit elmondok, még több, nem is tudom hány millió forint, de 10 millió forint taghitel van benn a saját cégünknél. Mindig nem tudtuk, és ilyen 30 körül volt. Az azt jelenti, hogy ennyit fektettünk be. A cég, a taghitel az azt jelenti, hogy a tulajdonos a cégnek ad hitelt. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy na most én azért már elég sok vállalkozást láttam életemben, hiszen nyugdíjpénztárak esetén, mikor a nyugdíjpénztárakkal foglalkoztunk, meg az önsegélyező pénztárakkal, amiben piacvezetők lettünk, hát én több ezer céggel találkoztam. De én azért hasonlóval nem igazán. Érted? Tehát úgy értve, hogy tulajdonosok. A tulajdonosok egy céget általában azért hoznak létre, ezért.
Érted? Hogy nekik több pénzük legyen. Nem azért hoztam létre, hanem azért, mert azt láttam, hogy ahol vagyok, az nem eléggé etikus. És kerestem egy másikat, az sem. Kerestem egy harmadikat, az sem. Érted? És akkor fogtam, létrehoztam egyet. Na majd az etikus lesz. Ennyi. Jó, tehát, most miért mondtam el? Van nekünk egy témánk. Mi a témánk, tudjátok? Vágyakozás. Tehát én nem azért hoztam létre, mert arra vágytam, hogy nekem több munkám legyen. Érted? Hát ha valaki azt akarja, hogy sok munkája legyen, hozzon létre egy céget. Komolyan. De olyan céget hozzá létre, ahol lesz ott sok ember. Mert persze, hogyha olyan céget hozol létre, ahol te vagy egyedül, meg mondjuk a párod, akkor olyan, mint egy alkalmazotti lét az. De hogyha te azt akarod, hogy sok embered legyen abban a cégben, és azt akarod, hogy ne nagyon legyen szabadidőd, akkor hozzál létre egy céget. Hát hogyne? Hát figyeld, eleve úgy működik, hogy az alkalmazott az a fizetett ellenség. Nem vicc. Tehát fölveszel alkalmazottakat, és onnantól kezdve azok fizetett ellenségek. Akkor ugye van, aki azt mondja, hogy jó, akkor úgy kell működni a cégnek, hogy a többiek tulajdonosok. Aha, kipróbáltam ezt is. Én nekem úgy volt kezdetben cégeim, hogy voltak ott több tulajdonos. Tudod, milyen jó volt? A tudatlan emberek megpróbáltak beleszólni a dolgokba. Király volt. Érted? Tudás nulla, és bele akart szólni. Érted? Meg ilyen pici részesedéssel bele akart szólni a nagy többség munkájába. Érted? Nem is értettem. Azt akkor fogtam, azt ugye kivásároltam az egészet. Tehát, na most ezt miért mondom el? Például azért is elmondom, hogy úgy hoztam létre a cégemet, hogy ugye említettem, hogy nem voltam még kis tag se, és ha én nem kezdtem volna el a hálózatépítést 91-ben, akkor most nem lenne PPH. Világos ez? És nem lenne nyílt akadémia sem, meg semmi, amivel azóta idáig foglalkoztunk. Az egy se lett volna. Tehát gyakorlatilag én, hogy tőkém legyen és tudásom legyen, vagy inkább úgy mondom, hogy először is tudásom és másodszor tőkém, azt a hálózatépítésnek köszönhettem. Érted? Na most onnantól kezdve, ha valaki nekem azt mondja, hogy a hálózatépítés rossz, akkor abból én két következtetést vonok le. Egy. Az illető hiszékeny, és beszállt olyan üzletekbe, amiről előre lehetett volna látni, hogy etikátlan. És az az üzlet meg fog bukni. Vagy át fogják vágni azokat az embereket, és azért fog megbukni. Ugye ez az egyik következtetés. A másik következtetés pedig az, hogy az illető befizetett olyan összegeket, rávették, hogy de hát ez megint etika kérdés, rávették, hogy befizessen olyan összegeket, ami soha nem térült meg neki. És ezért. Tehát ha egy ember beszáll egy hálózatépítésbe, mint amit én tettem, ugye annak idején, mit gondoltak engem, nem találtak meg hálózatépítéssel? Kismillióval. És mindig előre tudtam, hogy ez etikus vagy nem. És mindig bejött. Amire azt mondtam, hogy ez etikátlan, be is dőlt hamarosan. Tehát tudtam. Egyszerűen tudtam. Tehát tudtam. Tehát eleve, hát bárki tudhat. Hát fogsz, megnézel egy terméket vagy egy szolgáltatást. Utána körülnézel a piacon, megnézel hasonló terméket vagy hasonló szolgáltatást, és ha azt látod, hogyha a piaci szolgáltatáshoz vagy a piaci termékhez képest az drágább, jóval, akkor miről beszélünk? Hát ez nem kell látnoklap lenni, egy kis utánajárás.
Hát ez olyan, mint hogy mit tudom én, veszel mosószert 1000 forintért, és mosol vele 100 ruhát, vagy 100, nem 100 ruhát, hanem 100-szor, vagy van, mit tudom én, 8000 forintért mosószer, és mosol vele 200-at, hát valami nem stimmel, nem? Mert akkor is 4-szer annyiba kerül, nem? Egy mosás, 4-szer annyiba. Oké? És ugye miért szállnak be az emberek? Ezért, érted? De most onnantól kezdve az etikátlan egy embernek 4-szeresén eladni egy mosószert. Most csak példaként felhoztam, de bármit lehetne mondani, érted? Akár vitamint, vagy akármit. Hát etikátlan. Hát a piacon valami megkapható x forintért, ha 4x forintért lehet hálózatépítésben vásárolni, vagy 2x forintért hasonló minőségű terméket, érted? Az akkor átverem azt a szemét. Hát ezt nem értem, emberek ezt nem látják. Vakok? Nem tudnak utána járni? Vagy nem tudnak gondolkodni? Illetve értem, mert emiatt. Mert hát ugye 3-szor annyiba kerül, akkor persze, hogy tudnak belőle jutalékot fizetni. Ah, csak a vevő át van vágva. Érted? Ez olyan, mintha egy kereskedőtől venné valamit, mit tudom én, megveszi a kereskedő a paradicsomot 100 forint, vagy nem, 50 forintért, és eladja neked 500-ért. Érted? Hát lehet, hogy így is van. De az etika kérdésével ő fog elszámolni, érted? Tehát azért, mert 10-szer annyiért adja a paradicsom, jó, neki vannak költségei. Mit tudom, van rajta 100 forint költsége. Tehát mondjuk neki van 150 forintban a paradicsom. Érted? De utána leadja 500-ért. Az tisztességtelen haszon. Na most annak a következményével, amiért így átvágta a vásárlót, ő fog elszámolni. Hogy olyan büntetést kap, hogy arukódul. Tehát mindenki, aki átvág embereket, azért olyan büntit kap, hogy arukódul. Hát persze, mert ő ezt nem tanították neki az iskolába. Hát, az nem mentesítő körülmény. Érted? Hát ezért nálunk úgy van minden kikalkulálva, hogy ilyenek ne legyenek. Tehát elmész te olyan helyre tanulni, ahol nem hálózatépítésben működik a rendszer, akkor is jóval drágábban tanulsz. Érted? Ahol abból a tanulmányból részesedik egy-két ember. Nálunk a tanulmány tandíjából pedig részesedik egy csomó. Nem egy-kettő, hanem egy csomó. Tehát itt a bevételnek a 72%-a azoknak kifizetésre kerül, akik a szervezésben részt vesznek. De azért hozzáfűzném, hogy a tandíj az jóval alacsonyabb, mint bármilyen tandíj, ami csak létezik. Ha valaki mondjuk a második osztályos gyerekedet valaki korepetálja, hát az többet kér óránként. Feketén korepetálja. Azt, mi meg mindent hivatalosan csinálunk. Azt többet kér egy órai képzésért, mint amit még kérünk egy óránként. Hol kapsz te 330 forintért bármilyen képzést? Óránként. Sehol, egyszer nincs. Nincs ilyen. Lehet, hogy mit tudom én mondjuk, valahol valami Indiába, valami szegény területen, érted, ahol élnek mondjuk 10 000 forintból havonta, lehet, hogy ott van ilyen. De hogy a fejlett régiókban ilyen nincs, az hód biztos. Tehát ugye most az EU-ban a legszegényebb ország Bulgária. Már mi is közel vagyunk hozzá, mert a románok is előrébb járnak, mint mi. Lényeg az, hogy hát ott is jóval drágábbak a képzések, mint itt, nálunk.
Hát a PPH-nál. Milyen képzések? Például nem tudom, hogy az etika, hogy tehát ez úgy működik, hogyha az etikát minden ember betartana a bolygón, akkor aranykor lenne. Mit jelent az, hogy aranykor? Az aranykor azt jelenti, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Na most ahhoz, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, ahhoz az kellene, hogy az emberek etikus, tehát hogy legyen olyan tudásuk, hogy képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen kezelni, a problémáikat megelőzni, megoldani, a céljaikat megvalósítani, és ez mind kellene, hogy etikusan éljék az életüket. Tehát hogyha a bolygón lenne annyi tudás, hogy ezeket az emberek meg tudják csinálni, akkor aranykor lehetne. Tehát tudás kellene ahhoz, hogy aranykor legyen. És akkor például ilyen, hogy etika, vagy például olyan, hogy hogyan bánjuk önmagunkkal, hogyan bánjuk másokkal, a párunkkal, a szüleinkkel, a gyerekünkkel, a bármely más emberrel, akkor a pénzzel, a munkánkkal hogyan bánjunk. Jó, csak egy-két dolgot mondtam most hirtelen. És akkor ilyen része, hogy például nem tudnak boldogok lenni azok az emberek, akik elnyomást kapnak. Tehát nem tudnak boldogok lenni, akik elnyomás alatt állnak. És nem a kormány az elnyomó, hanem a bolygón minden ötödik ember elnyomó, és a saját környezetedben élnek olyan elnyomók, akik hatnak rád. Vagy például akar valaki tanulni, és nem ismeri a tanulásnak a módszereit. Tehát módszer. Mindenhez módszert adunk. Tehát nem csak megmondjuk, mint a legtöbb előadó, hogy mit kellene másként csinálni, megmondjuk a frankót, tehát a frankót a legkönnyebb megmondani. Hanem ahhoz adunk módszert, hogy el is érd a frankót. Tehát mindenhez. Na most egy olyan világot élünk, ahol például azt mondják az embereknek, hogy legyen, hogy a céloknak az alapja a vágyak. Tehát ha valamit szeretné az életben megvalósítani, akkor ott kezdődik, hogy megkérdezik tőled, hogy mire vágysz. Nem egy olyan képzésen vettem részt, ahol a vágyakra épülnek a célok. És ez az embereknek természetes dolog. Nem tudom, azt tudod-e, hogy a vágyakra építették rá a fogyasztói társadalmat. A fogyasztói társadalmat az emberek vágyakozására építették rá. Tehát az emberek régen, volt egy alapműködés, addig nyújtózkodtak, ameddig a takarójuk ért. Tehát nem vágyakoztak különleges dolgokra, nem, hanem céljaik voltak, és csak olyan célt tűztek ki, amiről tudták, hogy, hogy képesek megvalósítani. Ez így működött régen. Nem volt vágyakozás. Aki vágyakozott, az mind pórul járt. Ez több ezer éven keresztül így működött, hogy aki vágyakozott, az mind pórul járt. De mind. Képzeljétek el. Például, mondok példát. Itt úgy házasodtak az emberek, ha már párkapcsolati képzés van a második részben, úgy házasodtak az emberek, hogy ismerték egymást gyerekkortól, a legtöbb házasság ilyen volt, ismerték gyerekkortól, ismerték a jó és rossz tulajdonságokat, megszerették egymást, már gyerekkortól szerették egymást, és utána összeházasodtak, az lehet, hogy még szerelem is lett belőle. Simán, de biztosra mentek. Nem volt olyan, csak egyeseknél, hogy mit tudom, meglátott egy gyönyörű nőt, és de jó lenne, én egy ilyen nőre vágyok. Tehát nem volt ilyen. Illetve volt, csak ritkán. Na most akinek volt ilyen, és nem kapta meg azt a gyönyörű nőt, az nem csalódott véletlenül? Hogyne? És
Ért téged már életedben csalódás? És jól esett? Senkinek nem esik jól a csalódás, nem? Na most a vágyak 90 akárhány százaléka csalódással végződik. Mondod végig. Persze, van, hogy néha bejön egy-egy vágy. De túlnyomó többségében nem. Ez olyan, mint a... Hát figyeld, a lottó ötösnek is kicsi az esélye, mégis csinálják az emberek. Tehát én megértem azt, hogy az emberek vágyakoznak. Persze, mert ez van az egész médiából, ezt nyomják, hogy az emberek vágyjanak. Hát ez nem kérdés. Figyeld, én fiatal koromban, még legény koromban, még lottóztam. Aztán rájöttem, hogy lottozik a fene, inkább megcsinálom azokat az összegeket. De nem azért, mert a pénz érdekelt, hanem nekem volt egy mottom, mai napig is él, hogyha én jó dolgokat nyújtok az embereknek, akkor én sem járok rosszul. Ennyi. És az egy milyen mértékű ez a jó járás, az már nem érdekelt sose. Tehát avas én sose foglalkoztam. Ezt tudtam, én ebben biztos voltam, hogy én jó dolgokat nyújtok az embereknek, én nem járok rosszul, és kész. Pedig semmi közöm nem volt akkor, még mikor így gondolkodtam, a szellemi tanulmányokhoz. Tehát semmi. Tehát semmilyen szellemi tanulmányt még akkor nem végeztem, és nem is találkoztam ilyenfajta tudással. De ez egy alapműködés. Hát a legtöbb embernek így kéne működni, nem? Vagy majdnem mindenkinek így kéne működni. Hát ha jó dolgokat nyújtok az embereknek, akkor én se járok rosszul. Működik ez az életedben? Hát de ahhoz, hogy... De itt van egy fontos dolog. Nem embernek, hanem embereknek. Az azt jelenti, hogy nem kis számot kell működtetni, hanem nagyot. Tehát nem vágyakozni kell, hanem embereknek olyat kell nyújtani, amire az embereknek szükségük van. És minél inkább olyan dolgot nyújtasz, amire az embereknek szükségük van, annál inkább jó jársz. Te is. Ők is elsősorban, másodszorban meg te is. Nagy számok törvényére kell építeni. Minél több ember jól jár azzal, amit nyújtasz nekik, te is annál jobban jársz. Ez egy alapelv, drága barátaim. Ez egy alapelv. Egy olyan alapelv, ami vas törvény. Vas törvény. Tehát erre lehet alapozni. Tehát ez nem kicsit biztos, ez egy alap, ez egy fundamentum. Érted? Erre tudsz építkezni. Ha te olyat nyújtasz az embereknek, ami az embereknek kell, akkor te sem fogsz rosszul járni. Ez egy biztos dolog. Tehát nem valószínűleg nem fogsz rosszul járni, hanem biztos, hogy nem fogsz rosszul járni. Hát kérdés az, hogy tudod ezt a fejedben elfogadni? Ez a kérdés. Nincs más kérdés. Hát az a kérdés, hogy találsz-e olyan dolgot magadnak, amire az embereknek szükségük van. Én találtam. Figyeld, ez egy olyan dolog, hogy vagy lesz aranykor, vagy megyünk a temetőbe. Ennyi. Így van, rövid, de velős. Így van. Lehet, hogy nem lesz, aki eltemesse minket, ha nem megyünk aranykorba, ennyi. Ilyen egyszerű. Számít. Hát ha meghaltunk, akkor már tök mindegy, hogy eltemetnek, vagy nem. De teljesen mindegy. Bár a legtöbb, aki most meghal, úgy hagyja csak itt el a bolygót, hogyha egy... hogy hívják ezt? Nem szeánsz, mi a manó? Mit csinálnak a papok? Nem. Szertartás. Szertartás. Na ez a szó nem jutott eszembe, köszönöm szépen. Egy szertartást kell elvégezni a legtöbb léleknek, hogy elhagyja a bolygót.
Mert különben itt marad és itt kolbászol. És szívogassa az emberek energiáját. Tehát ha nincs szertartás, a legtöbb lélek még arra se képes, hogy visszatérjen oda, ahonnan jött. Érted? Nevetséges. Tehát még arra se képes. Egy csomó lélek azt se tudja, hogy meghalt. Azt se tudja, hogy meghalt. Azt hiszi, csak álmodik. Tényleg. Hát most gondolj bele, álomban mindenki volt már, mindenki álmodott életében, nem? És hát tök olyan, mint a valóság, nem? Volt már olyan, hogy ki akartál jönni egy álomból, nem? De volt már olyan is, hogy jaj, hadd maradjak még az álmomban, nem? Mert jól érezted magad benne. Hát a legtöbb lélek még azt se tudja, hogy most álmodik, vagy tehát, hogy él, vagy hal, érted? Vagy halott. Amelyik ugye már meghalt. Mert ő már nem él, ugye csak mint lélek él természetesen. De mint test már nem. És akkor itt ragadnak. Rengetegen, hát gyakorlatilag több milliárd lélek itt kolbászol a bolygón. Több milliárd lélek. No szóval, hát ugye az a helyzet, hogy ha az embernek van tudása az élet minden területére, akkor képes arra, hogy ha döntést kell hozni, akkor helyes döntést hozzon. Ha cselekedni kell, akkor pedig helyesen cselekedjen. Ha az embernek nem elég a tudása, akkor adott helyzetben helytelenül dönt. Ha nem elég a tudása, akkor adott helyzetben helytelenül cselekszik. És a helytelen döntés, vagy a helytelen cselekvés, az mindig visszaüt arra a személyre, aki helytelenül döntött, vagy helytelenül cselekedett. Mindig visszaüt rá. Tehát, hogyha az ember azt akarja, hogy ne üssenek rá vissza a saját hülyeségei, akkor olyan tudással kell rendelkezni, hogy az illetőnek ne legyenek problémái. Tehát a problémák mindig abból fakadnak, hogy az illető valamit nem úgy csinált, vagy nem úgy tett, vagy nem úgy döntött, ahogy kellett volna. Jó, ahogy az ideális lett volna abban a helyzetben. De ez nem azt jelenti, hogy az embernek ezért korholnia kell magát, hanem azt jelenti, hogy mindenből, amit elrontottunk, tanulni kellene. De lehet azt csinálni, mint amit én csináltam, hogy kipróbálni sokszor, hogy mi az, ami, hogy egy rossz, vagy egy nem működő dolog nem működik. Hát jobb, ha az ember csak egyszer próbálja ki, hogy mi nem működik, nem? Az nem többször. Hát jobb, hogyha kipróbáljuk, hogy nem működik, és azt mondja az ember, jó, akkor nem így csinálom, mert ez nem működik. Hát de nézzétek meg, hát a legtöbb embernek nem működnek dolgok, és akkor a következő alkalommal ugyanazt csinálja. Tehát, hogy tudom én, valakinek nem működött a párkapcsolata, akkor létrehoz egy újabb párkapcsolatot, és akkor ugyanúgy működik abban a párkapcsolatban, mint az előzőben. És akkor majd csodálkozik másodszor is, hogy hát ez sem működik. Hát mert olyan hülye az ellenkező, nem? Nem, ez meg van oldva. Hát egy tudatlan ember ezt mondja. Nem azt mondja, hogy én nem azt tettem, amit kellett volna, hanem azt, hogy a másik volt a hülye, nem? Ez a legegyszerűbb. Hát mutogatni másokra a legkönnyebb, nem? Hát persze, az a legkényelmesebb. A legkényelmesebb azt mondani, hogy mindenki más hülye, csak én vagyok okos, nem? Hát az a legegyszerűbb. Nem kell fejlődni semmit, nem? Nem kell tanulni.
Hát minek tanulni, hogyha mindenki hülye, csak én vagyok az okos, nem? Hát sokan gondolkodnak így, hát nézd körül a saját környezetbe. Hát azt gondolja magáról, hogy milyen szuper okos. Mert ő elvégzett, mit tudom én, egy-két-három egyetemet, vagy főiskolát, vagy akármit. És ő mindent tud. Aha. És mennyi szellemiséget tanítottak azokon az intézményekben? Mennyi szellemiséget? 5 percet sem. Mondom, 5 percet sem. Onnantól kezdve a szellemi élet 60%, tehát a szellemi működés, a szellemi tudás 60%-ban határozza meg az életet. 60%-ban. Tehát az egyetemeken, főiskolákon 60%-ban a szellemiségről kellene tanulniuk, és nem az anyagról. És ehhez képest semmi, nulla szellemiség van tanítva. Nulla. Tehát egy olyan ember, aki csak anyagképzést kap, az az életben soha nem fog boldogulni. Soha. Tehát ahhoz, hogy az ember boldoguljon az életben, nagyobb mértékben van szükség szellemi tudásra, mint fizikai tudásra. Jóval nagyobb. Tehát másfélszer akkora tudásra van szükség. Másfélszer. És ehhez képest akkor nézzük meg, általános iskolába, középiskolába mennyi szellemiséget tanítottak. Ha nekem egy szót se, egy mondatot se. Egyetlen egy mondatot se. De hát ugye az ember az ilyen okos, túl okosnak hiszi magát. Na most én ezzel kapcsolatban csak egy gondolat mondanék a túl okosságra. Hogy ezen a bolygón senki semmit, még el sem tudott olyat dolgot képzelni, ami a világegyetemben még nem valósult meg. Mondom még egyszer, hogy megértsük. Mondom, ezen a bolygón soha, ez az emberiségről beszélek erről, amelyik most van, mondjuk 15 ezer éves emberiségről beszélek. Az elmúlt 15 ezer évben ezen a bolygón mi emberek soha nem találtunk ki semmi olyat, ami a világegyetemben már nem létezne. Most onnantól kezdve mennyire vagyunk okosak? Tehát magyarul, aki itt bármit kitalált, azt kapta az információt. Most akkor miről beszélünk? Mi nagy, nagy okos emberek. Nagy okos emberek. Ugye? El van durranva az agyunk az egótól, hogy milyen okosak vagyunk itt a világegyetemben. Sehol nem vagyunk, egy porszem vagyunk. Egy porszem. Akkor leszünk valamik, ha bejutunk az aranykorba. Na akkor valamik leszünk. De addig egy nagy nullák vagyunk. Mert egy olyan testbe vagyunk most bezárva, ami korlátozza a lelkünk működését. Hányszor tudtad megcsinálni azt életedbe, hogy fogod, ezt kiszállsz a testedből, mint lélek, és akkor átmész a bolygó túloldalára. Hát nem sok ilyen ember létezik a bolygón. Hát pedig ez lenne a természetes. Hát ez lenne a természetes, hogy fogod, leülteted, vagy lefekteted a testedet, az kilépsz lélekként, a szabadon mész ide-oda. És nem halt meg a tested, és utána visszamész. Hát ennek így kéne működni. A teremtőknél ez így működik. Így van. Nem csináljuk. Örülnél neki, ha csinálnád. Mert akkor csinálod, ha ezt tudatosan csinálod. Csak akkor csinálod, ha ez tudatosan működik. Jó? Az nem csinálás, ez nem tudatos. Jó? Tehát lényeg az, hogy nem kéne eldurrani magunktól. Nem kellene. Tehát tudnunk kellene, hogy hol van a helyünk itt az univerzumban. Nekünk az a helyünk van, hogy el kell érni az aranykort. És akkor tudunk kibontakozni, mint
értelmes lények, ha elértük az aranykort. És azok, akik nem fejlesztik föl a tudásszintjüket arra a magasságba, hogy aranykorba bekerülhessenek, azok nem fognak bekerülni az aranykorba. És mennek létközi állapotba. Virtuális valóságba. Tehát virtuális valóság. Csak egy virtuális valóságban a test lehet, hogy jól érzi magát, de a lélek az ki van csukva. Ugyanis a lélek a teremtésre lett teremtve. Tehát a lélek teremtésre lett teremtve. És egy lélek soha nem boldog, ha nem teremt. Hát nézd meg, boldogok az emberek? Tudod, miért nem boldogok? Mert nem teremtenek. De azért nem boldogok. Tehát az, aki teremt, nap mint nap, az boldog ember. De ilyen kevés van a bolygón. A teljes létszámhoz képest. Százalékosan. Tehát százalékosan, kevés százalékról beszélek. Jó, tehát tessék gondolkodni, tessék ezt a testtől egy kicsit függetleníteni a saját gondolkodásodat. Tehát tessék egy kicsit nagyobban látni az egészet. Így van. Nagyobb léptékben, nagyobb dimenzióban, úgy is lehetne mondani. Tehát ne zárjuk be a gondolatainkat a saját testünkbe. Hát az a baj, hogy az ember bezárja a saját gondolatát a saját testébe. Nem kéne. Jó, tehát szabaduljatok ki egy kicsit gondolatban legalább a saját testetekből. Tehát egy lélek, ha már az imént említettem, teremtésre született. De nem rabszolgaságra. Most a bolygón az emberek nagy része rabszolga. Tehát nézd meg, szolgaként működik. Nem a teremtőjét szolgálja, de hogy valami földi urat szolgál. Lehet, hogy úgy hívják, hogy munkaadó. Az a földi úr. Hát nézd meg, az itt szolgalét. Régen voltak az urak, voltak a függetlenek, a szabadok, a szabad polgárok, és voltak a szolgák. A szolgák az az alja nép volt, társadalmilag. Tehát társadalmi hierarchiában az alja volt a szolga. Hát most a társadalom nagy része a szolga. Csak nem fedezik föl magukról. Hát most mi a különbség, hogy most napszámba dolgozott valaki, vagy most havonta kapod a fizetést? Hát mi a különbség? Semmi, nem? Semmi különbség nincs. Tehát a lélek nem a szolgaságra van teremtve. Tehát a lélek az szabad akar lenni, érted? Szabad. Az azt is jelenti a szabadság, hogy a magad ura. Érted? A magad ura, nem van egy urad, hanem a magad ura. Tehát azt csinálsz, és akkor csinálod azt, amikor szeretnéd. És azt csinálsz, amit szeretsz. Érted? Nekem tök mindegy, mit szeretsz. Csináld azt, amit szeretsz. Vagy ha még nem szeretsz valamit eléggé, mert nincs benne elég sikerélményed, akkor csináld tovább, és megszereted. Ennyi. Az ember így működik. Ha valami nem megy, azt nem szereti. Ha már jobban megy, jobban szereti. Ha még jobban megy, még jobban szereti. Nem így van? Hát nézd meg a saját életedet. Minél jobban csinálsz valamit, annál jobban szereted. Hát ha nem kényszerítenek rá, hogy csináld mindig. Ha akkor csinálhatod, amikor akarod. Érted? És ha valamit akkor csinálhatsz, amikor akarsz, és szereted csinálni, akkor azt szeretni fogod. Azért szereted, mert tudod csinálni. Érted? Jó? Tehát ha akkor csinálhatod, amikor akarod, és tudod csinálni, akkor fogod szeretni. Jó?
No, hát ennyi fért bele a mai napba, egy kicsit hosszúra nyúlt az első rész. Hát ha nem azért mondtam, hogy bárkit is megbántsak, hanem inkább azért mondtam, hogy ezeket a dolgokat, hogy felébresszek embereket. Nekünk van egy ilyen szerepünk is, hogy kinyissuk az emberek szemét. Tehát fontos, hogy az embereknek a szeme kinyíljon. Tehát drága barátaim, én azt szeretném, hogy mindenki, akit én ismerek, az bekerüljön az aranykorba. Oké? De ez csak úgy működik, hogyha elsajátítja az ember azt a tudást, és azokat a képességeket, ami ehhez kell. Tehát itt van egy olyan előnyös dolgunk is, hogy nem csak tudást adunk, hanem lehetőséget a gyakorlásra. Minden ember kap lehetőséget a gyakorlásra. Első pillanattal. De hogy él-e a gyakorlás lehetőségével, az ő döntése. Hiszen szabadság van. Mindenki, ha szeretne saját üzletet, saját jövedelmet, így saját szabad üzlete lehet. Saját szabad üzlet. Amivel annyi pénzed lehet, ami neked elég. Érted? Bőven. Ha sokra van igényed, akkor sok. Ha kevesebbre van igényed, akkor kevesebb. De saját szabad üzleted lehet. Érted? Amiben nem vagy korlátozva. És mi az üzleti rész? Hát nagyon egyszerű. A tanulók hozhatnak tanulókat. És létrehozhatnak egy tanulói, szervezői csoportot. Tanulói, és ez akár szervezői csoportot. És ez, ennek a létszáma nincs korlátozva. A bolygón szükség van 300 millió olyan emberre, aki képes a tudás átadásra, ezt mi úgy hívjuk, hogy coach és coachképzés. 300 millióra, aki képes tudást átadni. Ami azt jelenti, hogy neked lehet több száz, vagy több ezer, vagy több tízezer, vagy több százezer fős csoportod. Hát de a fejedben te csak egyedül vagy, akkor soha nem lesz csoportod. Érted? Ha a fejedben az van, ó, hát én nem tudok senkinek semmit se ajánlani. Aha, nem tudod azt ajánlani, ami neked tetszik. Hát életedben hány olyan emberrel beszéltél már, hogy valami neked tetszett, nem is kaptál érte pénzt, és mégis ajánlottad másnak. Csak azért, mert tetszett. Mint tudom, láttál egy filmet, és akkor ajánlottad másoknak, mert tetszett. Vagy vettél valamit, és ajánlottad, mert tetszett. Nem azért, mert fizettek érte. De ha még pluszban fizetnek érte, akkor kész haszon, nem? És ha nem keveset, akkor meg még inkább. Oké. Egyetlen egy olyan rendszer sincs, amely ilyen mértékű, a bevételhez képest ilyen mértékű kifizetést csinál a szervezők részére. Utána járhatsz, ez így van. Ha van, akkor az átverés. Az a másik. Jó? Az hód biztos. Figyelj, én hallottam a múltkor valakitől, jót mosolyogtam rajta, hogy abban a rendszerben a bevétel 100%-át kifizetik a szervezőknek. Képzeld el ezt, és ez a hiszékeny ember ezt elhiszi. Akkor a 50% fölötte az feketén megy. Tehát amennyi pénz bejön, annyit kifizetnek a szervezőknek. És ezt elhiszik emberek, érted? Hát onnantól kezdve egy ilyen szervezettel találkozik az ember, messziről tudod, hogy átverés. Tök mindegy, mi a szolgáltatása vagy a terméke. Átverés. Hát és miből él az egész? Hát miből csinálják például az adminisztrációt? Vagy miből fejlesztik a szoftvert, ha van? Miből fizeti az adót? Hát miből fizeti az adót például? Így van, az adót miből fizeti ki? Érted? Hát ilyen nincs. És ezt nem látják át emberek. Annyira hiszékenyek. Vagy például, mit tudom, egy másik hiszékeny. Csinál valamit, érted,
és ő úgy kap jövedelmet, érted, hogy nem kell adóznia. Érted? Csak fogják és bankszámlára átutalják. Vagy egy olyan bankszámla van, ilyen offshore bankszámla, és akkor ott arra elutalják neki a pénzt. Aha, de ez a, az emberek nem tudják, hogy utána 7 évig rászállhat az APEC. Tehát most akár, mit tudom, fölvesz 100 000 forintot, akkor onnantól kezdve ezért 100 000 forintért következő 7 évben rászállhat az APEC. Érted? Szóval hihetetlen, és az a jó, hogy jó, nem kell adót fizetnem, milyen jó. Aha, és ez mennyire törvényes? Tehát ma, ami nem törvényes, az nem etikus. Sajnos ez így van. Még akkor is, hogyha az etikáddal szemben áll, hogy neked azt az adót ki kell fizetned. Kit érdekel a te etikád egyébként? Ha vannak törvények, a törvényt be kell tartani. Ennyi. És nincs kecmec, meg pardon, hogy neked nem tetszik. Kit érdekel? Oké? Bármilyen törvény van, akármennyire nem tetszik, az be kell szigorúan tartania annak a személynek, aki nem akar magának rosszat. Tehát ha jót akarsz magadnak, akkor betartod a törvényeket. És csak a törvény keretein belül lavírozol. Persze, érdemes ismerni a törvényeket, hogy az ember nem a gatyáját, ingét gatyáját kifizesse az államnak. Tehát a törvény keretein belül vannak lehetőségek, törvényes lehetőségek. Arra, hogy az ember többet vagy kevesebb adót fizessen, vagy akármit. Persze. De azzal kell élni, amit a törvény biztosít. Így van. Oké? De emberek nem ezt csinálják. Ha fölvesznek olyan jövedelmeket, például amitől azt mondják, hogy semmi gond, külföldről származó jövedelemként majd beírod az adóbevallásba. Ha? És hány napot éltél külföldön? Mert ahhoz 183 napot külföldön kellett tartózkodni. És azt be is kell tudni bizonyítani, persze. Hogy te 183 napot külföldön éltél. Ha ezt nem tudod bebizonyítani, akkor következő 7 évben elkaszálhatnak. Amiatt a fránya jövedelem miatt. És akkor ott retteghetsz, hogy mikor kaszáltak el. Na most arra vagyok én kíváncsi, hogyha valaki retteg, akkor mennyire kreatív. Mennyire lesz jó állapotú. Így van. Mert mindennek az alapja az, hogy az ember jó állapotú legyen. És ha az ember attól kell, hogy tartson a törvény, mikor kaszálja el, teljesen mindegy, hogy szándékosan követel törvénytelenséget, vagy nem tudásból követel törvénytelenséget, a törvény nem tudása az nem mentesítő körülmény, ugye azt tudjuk. Ez teljesen mindegy. Akkor is nagy mértékű hangulat visszaesést jelent a félelem. Mert ha előbb-utóbb megtudja az ember azt, hogy amit, húha, amit csináltam, az nem volt törvényes, na onnantól kezdve fog félni. Mert hogy előbb-utóbb meg fogja tudni a szót, biztos. Érted? Tehát eleve olyan szervezetek, amelyek úgy fizetnek ki, hogy neked nem kell adózni. Érted? Más az, ha ő befizeti az adót, meg járulékot, persze az más. De akkor is ugye a te nevedben fizeti be. Az egy más kérdés. De nem erről szólt az iménti példa. Jó, tehát, hát jól elment az idő, csináljunk szünetet, jó, akkor csak 15 percet csináljunk most. Köszi a figyelmeteket, további szép estét kívánok, egészen 9:45-ig lesz az előadás. Sziasztok!